Az idősek világnapját ünnepelték a Nagy Endre rendezvényteremben. Horváth Richárd beszédében kiemelte, ez egy kiváló alkalom arra, hogy a rohanásban megálljanak, beszélgessenek, a fiatalabb generáció köszönetet mondjon, hiszen az idősek által lerakott alapokra építkeznek. Én legelőször is a tiszteletemet szeretném kifejezni, és köszönöm azt, ahogyan önök fordulnak a világ felé, ahogyan fordulnak gyermekeik és unokáik felé. Én ezt már sokszor elmondtam, és most is elmondom, hogy mindig nagyon jó érzés önök között lenni, mert az a szeretet, az sugárzik minden irányba, és nagyon jó érezni, és átérezni ezt a szeretetet. Az ünnepelteket különleges ajándékkal lepték meg. Székelyföld gyöngyszemeit láthatták a színpadon. Hargita megye tanácsának tagja is köszönetét fejezte ki. Az épkorúak hordozzák generációkon keresztül azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, melyek be vannak kódolva valamennyiünk igényeibe. Figyelnünk kell önökre, hiszen önök azok, akik végigélve egy örömökben és küzdelmekben teli életet, az időskor bölcsességével már helyre tudják tenni a dolgokat, és tudják, mi a jó, amit tovább kell adni, és mi a rossz, amit el kell kerülni az utánuk jövő generációknak. A Székelyföldről érkezett vendégek néptánccal, valamint István Ildikó és barátai koncerttel lepték meg az időseket.